Fantasztikus, tényleg csodás ez a díj. Tehát nem... Komolyan mondom, egy nagy meglepetés volt, amikor Bálinték ezt mondták, hogy ezért kéne idejönnöm Kolozsvára. 11 éve voltam itt először egyébként. Azelőtt nekem nem sokkal kapcsolatom volt Erdélyen. Az elmúlt 10-11 év elég intenzív volt. Elég sok embert megismertem, nem csak egy helyen, tehát nem egy városban, hanem szerte Erdélyben. És nekem ez egy nagyon, tényleg egy nagyon klassz 10-11 év volt ilyen szempontból, mert nagyon sok barátra, ismerősre tettem szert, és egyáltalán nem is tudom, hogy mi vonzott mindig ide-vissza. Most mondhatnám szakmailag azt, hogy amikor első évben idejöttem, akkor tapasztaltam azt, hogy animációs, filmes képzés nincs. Nincs Erdélyben. És nem csak Erdélyben, egész Romániában nincs, tehát Bukarestben sem. És mivel ugye én főleg ebben foglalkozom, ezért arra gondoltam, hogy hát ez egy jó dolog lehet, ha én valamit át tudok adni, akkor próbáljuk meg. És így folyamatosan jöttek ezek az újabb lehetőségek, kihívások. Tehát nem csak a Filmtettől, hanem már Nagyváradról is, Párcumi Egyetemről. És szerintem valami elindult tényleg, mert én azóta azt látom, hogy rendkívül sok diák megy ide-oda, tehát nagyon sok olyan, aki például Szapira járt, megy a Moméra, vagy a Filmművészeti Egyetemre Budapestre, és valami olyasmi indult el, ami régen nem volt. És ebben nagyon sok jó lehetőség van. Úgyhogy örülök neki, hogy ennek egy picit része vagyok ennek a sztorinak. A legjobb erdélyi magyar rövidfilm rendezője számára. Szoktam megmérni, ezek a történetek jöttek. Valószínűleg az, hogy el kellett szakadnom ettől a helytől, és ettől a háztól, meg a nagyszüleimből az annyira megsebzett, hogy erről tudtam beszélni sokáig. Most már talán tudok másról is, mert ezeket már csináltam. De az első dolgoknak ezeknek kellett, hogy legyenek. Az ötlethez próbálok ragaszkodni, ami megtetszett, amikor a film létrejött a fejemben. És az arcnak az igazság is borzasztó fontos számomra. Tehát, hogy ne csak a filmről szóljon, hanem azoknak az embereknek a létezéséről, akik vannak benne a filmtől függetlenül, és az épületek. Tehát, hogy van egy valahogy egy független létezés, a történettől és a filmtől független létezés, amely amúgy eltűnne. Tehát, hogy az emberek megváltoznak, megöregednek, meghalnak, és valahogy a film az valahogy igazságot szolgáltat nekik, tehát ott megmaradnak, és itt most nem a dokumentalizmusról beszélek, hanem úgy érzem, hogy akkor vagyok hűséges a dologhoz, hogyha a nekik is igazságot szolgáltatok egy kicsit, és valahogy ehhez próbáltam ragaszkodni. Kedves királyok és királynők! Az előadás rövidesen elkezdődik. Jön egy ilyen kis 20 éves apakomplexusos kis virgács, és kész. Na, ugye, hogy megnőtt Laura. Farkasnak most csak ennyi kell. Nem azért mondom, tényleg, mert mi szívesen látunk. Miért nem mondtátok, hogy a terhetekre vagyunk? Mondom, hogy nem azért mondtam, csak kell nekünk ilyen színvonaltan helyzetekben részt venni. Mert a nővérem. Bruno, mit csináltál? Képmutató kis sümi, geci. Te hülye vagy? Nagyon megszidott, édesapa. Bruno! Nagyon rossz érzésem van. Az előadás címe... Meddig fognak ezek itt maradni? Az utó életével ennél jobb dolog nem történhet egy filmben, mint ami ezzel történt.
De nem is a úgynevezett sikeressége itt a lényeg, mert az még inkább nyomasztó is tud lenni, hogy erről szól valami, hogy díjakat kap, nem, hogy díjakat kapunk, és produktumként van ez kezelve, hanem inkább a sikeresség az elvisz minket egy olyan, tehát tovább tudunk lépni ebből a történetből úgy, hogy a közönséggel folyamatosan tudunk kommunikálni. És nem feltétlenül a filmről, hanem a film által felvetett problémákról. És ez elég érdekesen hat vissza az életünkre. És ilyen szempontból én eddig ezzel a filmemmel vagyok a legelégedettebb. Mert hogy ez elérte a célját. A célja az nem a vörös szőnyeg volt, és nem a fesztiválok sora és a kristályglóbusz, hanem pont az, hogy tovább tudunk lépni a filmben felvetett problémák átbeszélésével, kibeszélésével tovább tudunk lépni a saját életünkben. Úgy, hogy közben a közönséggel együtt történik mindez meg, a lakásvetítések sora, de most azon kezdesz ellenek, hogy megint egy ilyen monológus. De ott szóljál vele. Nem szóljál vele. Nem az összem ért, hogy így egyszer kifejted így két mondatba, akkor futsz még egy kört 5 mondatban, akkor futsz még egy kört 8 mondatban, és így kezded így tágítani a dolgot. Fogalmaz meg egyszerűbben. Megfogalmaz az első 2 percben, tökéletes fogalmaz. Oké, tehát akkor érthető volt, amit szerettem volna. Csak annyit fűznék hozzá, aztán nem tudom, hogy ki tudom-e fejteni, hogy egyre többet hallom ezt a terápia szót, de nekem ez nagyon nem tetszik. Aztán lehet, hogy az, én nem tudom, csak hogy én szerintem ez nem terápia. Hát vagy annyira az összes többi film is terápia, vagy bármi, amivel foglalkozunk, mert azért foglalkozunk vele, hogy többet megtudjunk magunkról, többet megtudjunk azokról a dolgokról, amik érdekelnek. Akkor ez egy terápia? Nem. Minden terápia. Az is terápia, amikor a gyerek leül és elkezd rajzolgatni. Okay. Tehát ez ugyanaz, amikor a gyerek leül és rajzolgat, akkor valamit kifejez, igen, valami feszültséget. Csak nekem ilyen szakpszichológiai, klinikai szaga van, azért valószínűleg azért nem tetszik ez a szó, de egyébként meg igaz. Tehát. Igen, meg mint hogyha arról szólna, hogy most mi itt magunkat kezeljük. Igen, tehát igen, itt ez nem erről szól az egész. Itt ez egy közösségi élmény megosztás tulajdonképpen. Mi bemutatunk helyzeteket, megpróbálunk minél finomabban megrajzolni karaktereket. A karaktereket megpróbáljuk olyan helyzetekbe, olyan általunk eléggé jól ismert helyzetekbe elhelyezni, és azokat a lehető legpontosabban megjeleníteni, hogy aztán mások, akik ezt nézik, a saját életükbe be tudják illeszteni. Tehát ez ennyi közös. Nem terápia, igaz? Ez rossz hangzás. Értem, de... Okay. A második kör. Oké. De ki mondod, hogy ennyi? Hát meg gondolja tovább. Tehát, hogy ez a kritikai... tehát, hogy te velem vagy elfoglalva egyfolytában, nem vagyok nem.